A Dino Sport Híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége dr. Hidas Péter, a Sportkórház főorvosa, a magyar judó válogatott keretorvosa. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Sportorvossal nem igen foglalkoztam az elmúlt 10 évben, mióta ugye a Dino Sporthíradó látható. Na most az olimpiának is köszönhetően egy kicsit nagyobb figyelem vetődött a sportorvosokra, de én azt hiszem, ugye már az olimpia előtt is már egy kicsit ugye téma volt egy-két újdonság. Jól tudom? Hát nem tudom most pontosan mire gondolsz, de hát ez mindig ugye a sport felé fordulás, az sajnos Magyarországon az egy picit ciklikus. Ugye a Call Centerre gondolok, ugye most, hogy... Ja igen, a Call Center az egy újdonság volt valóban, amit ugye idén évelején, illetve tavaly évvégén vezett be a sportkórház vezetésével, és egy nagyon jól működő rendszer állt föl ezzel, ami segítette a sportolóknak az egészségügyhöz való hozzájutását. Nevezetesen ugye különböző regionális centrumokat jelöltek ki az ország területén viszonylag homogén eloszlásban, Pesten nyilvánvalóan egy picit többet, és a sportkórház berkein belül működő telefonos dispatcher szolgálat, amit ugye bármely sportoló, akit sérülésért rögtön fölhívhatta, az végezte ezeknek a sérült sportolóknak, olimpikonoknak, vagy olimpiára készülő keretnek az egészségügyi ellátásának a szervezését. Ebben volt egy-két érintett, így olimpia előtt, többek között az, ami Berkér Krisztián is érintve volt ebben, ő is használta ezt, ha jól tudom. Hát sokan, ugye? Nagyon sokan használták. Tehát hány éremhez van így szervesen részetek olimpiai éremhez? Hát ezt nehéz így megmondani, hogy hány éremhez van részünk. Hát nagyon sok érmes megfordul a sportkórházba, ugye a Call Center az apró cseprő dolgokban is segített, tehát egy pici izomhúzódás, bejön, megnéztük, semmi csak baj, mehetsz. Csak a piciből lesz a nagyobb, hogyha semmi nem baj, mehetsz, igen. Tehát ezekből is nagyon sok volt nyilvánvalóan. Persze voltak nagyobb, komolyabb sérülések is, sőt, ugye ami nagyon üdvös, most sikerült azt elintézni, és köszönjük azoknak, akik ebbe döntöttek pozitív irányba, hogy ezeknek az olimpikonoknak most a Call Center-es kiemelt ellátásukat most december 31-ig meghosszabbították, tehát továbbra is működik a Call Center. És ez ugyanúgy azokra vonatkozik, akik olimpikonok voltak a London olimpia előtt? Így van, így van. Volt egy olyan nyilatkozatod, hogy nem tudom mennyire komoly, hogy hiány van, vagy hiány lesz a sportorvosok területén? És hogy veszélyben van a sportorvosi ellátás? Hát így van, sajnos ez így van. Én úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal több sportorvosra lenne szükség. Ugye a sportorvoslás az egy nagyon komplex téma. Tehát kell érteni egy picit a sérülésekhez, tehát a sebészeti részéhez, kell érteni a kardiológiához, kell érteni a táplálékkiegészítőkhöz. Tehát ez nagyon, nagyon sok mindenből van összegyúrva egy sportorvos. Mi Magyarországon ugye senki nem engedheti meg magának, hogy kizárólag sportorvos legyen, mint ahogy mondjuk Nyugat-Európában, meg komoly csapatok mellett ott egy orvos ott áll egy bizonyos válogatott mellett, és ő csak azokkal foglalkozik. Ugye erre Magyarországon nincsen még sajnos se anyagi keret, sem pedig azt gondolom az igény nem teremtődött meg. Pedig igazából ezzel tudnák, hogy csak maradjunk a táplálék kiegészítőknél, mindig a legjobb, legmodernebb és a megengedettet, napra készen ugye a sportolók rendelkezésére bocsájtani. Így van. Mert ma már szinte ezen múlik egy eredmény, egy olimpiai aranyérem. Nagyon sok minden múlik rajta. Tehát a táplálkozáson, az egész formaidőzítés, nagyon sok helyen azért, főleg mondjuk, ha nézzük a kerékpársportot, bár ez lehet, hogy most pont éppen egy rossz példa az Armstrongnak az ügye után, de ott azért az orvosoknak óriási szerepük van a formaidőzítésben, most nem a dopingba, de a dopingig is lehet azért nagyon, nagyon ügyesen a táplálékoknak az adását megszervezni. És akkor te most, mint a magyar judó válogatott keret orvosa, te most mennyi időt tudsz
úgy effektív velük foglalkozni. Csak akkor, amikor verseny van, kimész velük, ott vagy, és akkor ennyi vagy? Hát sajnos nagyon keveset. Ugye, mert mindannyiunknak, akik sportolósok vagyunk, van egy főállása, ahol tulajdonképpen teljesíteni kell, ezt elvárja a kórház egyrészt, másrészt meg abból élünk. Tehát ma a sportorvoslásból bőven nem lehet megélni. Nem akarom elmondani, hogy mennyi pénzt keresnek sportorvosok, de ezek általában 100 000 forint alatt vannak havi viszonylatban, tehát ebből egy családot mondjuk nem lehet eltartani, tehát mindenkinek van egy főállása, és emellett amennyit tud, azt az adott sportra szánja. Én mondjuk a judóval nyilván az világversenyekre utazom természetesen, és inkább a segítség abban áll, hogy bármikor, bármelyik fölhívhat, sérülése van, akkor másnap gyakorlatilag, vagy aznap soron kívüli időpontot kap, és ha nem sebészeti eredetű, tehát ami az én szakterületem, hanem belgyászati, vagy egyéb szakterület, akkor abban a pillanatban segítek neki elérni a megfelelő legjobb ellátást belgyászati, vagy egyéb területen is. De akkor ez ugye ez ilyen akut jellegű, és magyarul nem mész velük együtt napi 24 órában, tehát a hát közvetlen felkészülés sajnos, akkor nem tudod nekik úgymond felügyelni és irányítani, hogy nem, minden nem, nem arra szerintem sportorvosnak ma ezek között, a feltételek között nincsen kapacitása. Pedig a jövő ez lenne, nem? Ahhoz, hogy eredményesek maradjunk. Nagyon jó lenne, hogyha ez tudna működni. És ugye, amit az elején kérdeztél, hogy kevés a sportorvos, pont emiatt ugye nem vonzó egy fiatalnak sportorvoslást választania, mert nem lehet belőle megélni. Egy picit az orvosi szakmák között is Magyarországon olyan lenézett, hogy tudom én, egy traumatológus professzor az valaki, meg egy ortopéd sebész, vagy sportsebész, főorvos az valaki, de sportorvos, hát most utazgatott ül a kispadon, hát olyan sok tendője nincsen, de ugye nem a kispadot kell néznünk, hanem a háttérmunkát, amit mögötte csinál a sportolókkal. Kispad, verseny, olimpia. Jó Abigail megsérült, ugye? Ott ültél, ott álltál a tatami mellett, ha jól tudom, ugye? Hát igen, igen. Rögtön láttad, hogy mi a baj, mikor megsérült? Abban a pillanatban? Nem láttam, ugye hát egy ilyen sokkal rosszabb helyzetben van ott egy orvos a helyszínen, mint a tévé előtt, mert a tévében ugye rögtön több lassítva pozícióba. Az egészet, több pozíció, a legjobb pozícióban mutatják, én egy fix helyen ülhetek. És onnan pont ezt, pont egy kamera takarta nekem az egész akciót, tehát azt láttam, hogy földre kerültek, és utána, amikor fölkelt, akkor már nem tudta kinyújtani a térdét, és terhelni sem tudta, úgyhogy abból láttam, hogy probléma van. De aztán utána megnéztem visszajátszáson az egészet, úgyhogy... Kikérte a véleményedet, hogy folytathatja-e, vagy önmagában egyedül ő döntött Abigail ilyenkor? Külön mit mond az etiket ilyenkor? Kimondhatja ki azt, hogy most... Mert ugye végülis így hős lett Abigailből, ugye felment sérülten, mi több még nyert is meccset. Dobott egy gyönyörű ipont. Így van, lengyel lányon, szegény. Úgyhogy ilyenkor ki húzza meg a határt, hogy meddig is, ne tovább? Hát alapvetően a sportoló dönt. Természetesen, vagy a sportoló és az edzője együtt, de kikérik a véleményemet, hogy amennyiben ugye veszélyezteti saját magát, vagy az egészségét, akkor én mondhatom, hogy nem mehet föl, de erre vannak egyébként egész pontos szabályok a judóba, ezt a Nemzetközi Judo Szövetség hozza ezeket a szabályokat folyamatosan. De mivel az Abigailnél nem állt fönt ilyen veszély, hogy most saját magát veszélyezteti, maximum a saját szubjektív fájdalmával kell megküzdeni, megpróbáltuk a lehető legfájdalommentesebbé tenni ezt a sérülést neki a gyúróval együtt, és utána én azt mondtam, hogy nem kockáztatja a térdének az épségét, hát próbálja meg. Le volt kötve úgy a térde, hogy újabb sérülés, ez szinte lehetetlen. Jó, tudom, ugye letört egy porc. Darab, igen, egy térdében. Viszonylag nagy porzdarab levált neki a külső oldalon. Indulni fog az U23-as világbajnokságon? Úgy néz ki, igen. Mert ugye arról szólt a fáma, hogy novemberben mindenképpen azon el akar indulni. Igen, igen. Megyünk Prágába, úgyhogy szerintem ott lesz ő is. Ha valaki olvassa rendszeresen a sportosságot, gyakran találkozhat ezzel a térdsérüléssel.
Gyakori a sportban? És a gyakori miért? Hát nagyon gyakori, igen. Függetlenül attól, hogy milyen sportágról beszélünk, azt lehet mondani. Hát nem teljesen független. Jó, hát horgásznál. Horgásznál, bár a múltkor operáltam egy horgászembert, aki horgászás közben magas partról lelépett, és úgy sérült a térde, de tehát pont a horgászatnál is előfordul. De hát vannak nyilván térsérülésre érzékenyebb sportágak, mint labdarúgás, kézilabda, ott borzasztó nagy mennyiségben sérülnek a térdek. Tehát főleg ott, ahol elég gyors irányváltások vannak, és letapadhat a láb, ugye csavarodik a térd, és a nyíróerők hatására, ugye vagy porcok válnak le, vagy szalagok szakadnak. Ez elég gyakori, főleg, ha ellenfél van a pályán, és főleg, hogyha esetleg még az rá is segít egy kicsit. A judó is ilyen, mert ott is ugye meg kell kapaszkodni lábbal, és csavaró mozgások vannak, a dobásokat, ahogy megpróbálja az ember kivitelezni, az ellenfél ellentart, vagy rosszul esik, vagy még belehúz egy picit a végén. Tehát ezek kiszámíthatatlanok, de természetesen ez az ízület az, ami talán a leggyakrabban sérül. Ezt nem lehet edzeni, ez adottság ki, ugye? Vagy... Sok minden van, adottság is, de vannak különböző tréningek, amivel a sérülésnek a valószínűségét, illetve előfordulási gyakoriságát jelentősen lehet csökkenteni. Ezek... Az edzők ismerik, tudják ezt, hogy mivel és hogyan? Bizonyos helyeken igen, tehát például a kézilabdában már hosszabb idő óta elkezdték a magyar sportorvosok ennek az alkalmazását, és volt is egy szignifikáns csökkenés a sérülésekben, térsérülésekben, bokasérülésekben, tehát ez főleg alsó végtagra vonatkozik, és pont most tárgyaltuk éppen az Európai Judo Szövetségben ennek a judóra való adaptálási lehetőségét, és hogyha ennek megtaláljuk a módját közösen edzőkkel, akkor ezt megpróbáljuk majd a judóban is bevezetni, nem csak Magyarországon, hanem megpróbáljuk egész világszerte ezt elterjeszteni, mert hát nagyon sok fiatal sérül, és törik ketté a sportpályafutás ilyen sérülések miatt. Egy boka, egy térd, az gyakran, ugye? Igen. Mióta foglalkozol térddel? Beállítóban? Hát mondjuk 1986 óta, mert még az egyetemen a diplomamunkámat, a doktori munkámat ebből írtam. Már akkor, azt hiszem, 85-ben léptem be először a sportkórházba. És miért pont a térből írtad? Hát azt nem tudom, akkor még az ember kevésbé tudatos így negyed-ötöd éves korában, de én egy nyári gyakorlatomat töltöttem a sportkórházban, és nagyon megtetszett az egész. És valahogy akkor úgy magával ragadtak az ottani emberek, a fiatal sportolók, azoknak főleg az a természetes vágya, amivel vissza akar kerülni, és minél előbb talpra szeretne állni, ami egy nagyon könnyű feladatot ad így az orvosnak, tehát nekünk könnyű dolgozni ezekkel a hajokkal, amikor versenyzők jönnek, hogy egy hét múlva nekem már ott kell lenni a szőnyeget. Hát ez nagyon nehéz, mert ugye ő neki egyrészt főleg ilyen küzdősportokban, mint judó, birkózás, nagyobb a fájdalomtűrő képessége. Disszimulál is, tehát ő azt szeretné nekem közvetíteni, hogy ő neki már semmi baja nincsen tulajdonképpen, de én ugyanakkor ugye tudja az ember gyakorlatból, irodalomból, könyvekből, stb., hogy azért ennek van egy gyógyulási ideje, tehát a biológiai gyógyulást, meg a szövetregenerációt nem lehet átugrani, annak van egy természetes üteme. Tehát nagyon nehéz ezeket néha megmagyarázni, de hál' Istennek egyre több, hogy mondjam, értelmes edző van, akikkel ezeket meg lehet beszélni, és akkor össze lehet állítani egy olyan komplex rehabilitációs programot, amiben szépen ugye visszavezetjük a sportba, és talán ezt ők is elfogadják manapság már. Akkor bejött a térd választás? Be, szerintem igen. Nem véletlenül, ugye, hát ha jól tudom, a röplabdázóknál, meg most a rögbiseknél is jött leszem is sportorvos. Tehát ezek szerint akkor úgy kapos vagy. Hát nem is csak a kapósság szerintem, pont amit az előbb kérdezték, kevés a sportorvos. Én borzasztóan örülnék, hogyha ülnének a fiatalok és csinálnák ezt. Reggel hajnalban 5 órakor kezd, 6 órakor már kórházba vagy, ellenőrzöd, hogy sikerült előző nap a műtét, mész tovább, másik kórházból mész a harmadikba, és akkor mellette még akkor ott vannak a sportágok. Így van. Hát ez egy nagy hajtás, de
az embert ezt tartja a életben, ezt tartja a fiatalon, vagy nem tudom, én ezt szeretem. És gondolom, hogyha valakinek az a munkája, amit szeret, vagy a hobbija egyben, akkor az úgy könnyen megy viszonylag. Tehát én nem érzem magam lestropáltnak, megfáradnak. De hát az neked jó, hogy napi 20 órát pöröksz? Hát és közben nem 20 órát pörgök. Azért ott vannak a hétvégék, amikor az ember tud egy picit rekreálódni. Kibírod a hétvégéket? Nem unalmasak neked? Egy ilyen pörgős típus embernek. Hétvégét kibírom, az néha jól is esik, de hosszabb szabadságon már ugye az embernek úgy van egy kis vágya vissza a közegbe, kórház, műtő, stb. Azért az néha hiányzik, azt elárulom tényleg. Fiatalon is sportoltál? Én kerékpároztam. Versenyszerűen? Versenyszerűen, hát akkor még csak országút volt, de hát nem jegyzettek az eredményeim. Ma már inkább ilyen hobbi jelleggel, vagy rekreációs jelleggel csinálom, és inkább a mountain bike verziót, mert... Akkor értem most már, hogy miért van. Szóval annó, jól tudom, valami kerékpáros szövetség vezetője volt, volt egyesületed? Valami ilyesmiről is? Hát volt a Pilis Cross Country Club, ahol egyébként a Benko Barbara, aki az első magyar női mountain bike-os volt, kinőtte magát, és ma már nem a Pilis Cross Country Club versenyző. És te ott voltál mint? Én alapítottam még néhány társammal, többek közt a Benko Barbarának az édesapjával, Benko Lászlóval, meg még egy-két vörösvári kerékpárossal, és aztán egészen 2009-ig én voltam az elnöke ennek a klubnak. Aztán hála Istennek most már ott van a fiatalság, akik csinálják most már helyettem, úgyhogy ez nem egy egyszerű feladat. Ez nagy szerelem volt a kerékpárról. Én szerettem, igen. És ma is szeretem. Között hozzájuk úgy hivatalosan? Hát annyi közön van, maga az kerékpár szövetséghez nincsen. Nincs. Miért nincs? Hát már időben nem fér vele. Lecserélnéd? Teszem fel a rögbivel? Nem, azt hiszem most már nem. Nem, nagyon, nagyon szeretem magam művelni, de Magyarországon szerintem a kerékpársporthoz, hogy az élvonalba vagy világszínvonalra kerüljön, még azért jó néhány évnek el kell telnie. Mondjuk a rögbiben is, de azt úgy nagyon-nagyon szórakoztatónak tartom nézni, egy nagyon jó sport szerintem. Honnan jött a rögbi? A rögbi? Hát érdekes módon pont a kerékpárból egyébként, mert a kerékpáron, sporton keresztül ismertem meg a Neuser Andrást, aki Magyarországnak, én úgy tudom, ma egyik legnagyobb kerékpárgyárának a tulajdonosa, a Neuser kerékpárgyárnak, és ő a szövetségi kapitánya a rögbi válogatottnak. Tehát a Neuser András ugye szponzorálta a mi klubunkat, a Pilis Cross Country klubot, és rajta keresztül ismerkedtem meg a rögbivel. Ő ma is, a mai napon is ő a szövetségi kapitány, és egyszer még 1999-ben megkért, hogy nem segítenék-e a fiúknak, mert ugye nincs mellettük orvos, és azóta megértettem, az beletelt 2-3 évben, mire megértettem ezt a sportágat, és most már szeretem is. De a judót is szereted, mert ugye az Európai Judó Szövetség Orvosi Bizottságának a tagja is vagy. Tehát azért itt is, amennyire lehet, próbálsz egyre mélyebben belemenni ebbe a sportágba. Igen, ez egy megtisztelő felkérés volt az Európai Judó Szövetség részéről. Ott Európából heten vagyunk benne ebben az orvosi bizottságban, különböző országokból. Nem lehetett nemet mondani rá, mert tényleg a megtiszteltetés része miatt Magyarországról kevés embernek adatik meg, hogy ilyen nagy nemzetközi grémiumba bekerüljön. Úgyhogy én ennek nagyon örültem, és azóta is, ez 2008-ban volt, és azóta is tevékenyen megpróbálok részt venni ennek a munkájában. Akkor a judó mellett is kitartasz akkor? Abszolút, a judó is egy nagyon jó sport. Az egésznek a mentalitása, maga a sport komplexitása, a srácokat is nagyon megszerettem, úgyhogy én nagyon, nagyon szeretem a judót. És legutóbb Máltán volt a szokásos kongresszus. Nem tudom, eldőltek-e olyan kérdések, hogy súlycsoport kérdés, változnak-e a súlycsoportok, illetve mikor lesz mérlegelés? Mert tudom, ezek témák voltak, és ezek nagyon foglalkoztatják a versenyzőket. Ez egy húsba vágó kérdés. Így van. Hát ez tulajdonképpen ezeket a kérdéseket nem az orvosi bizottság dönti el. Ugye mi
Pedig a fogyasztás miatt szerintem nektek kéne eldönteni, és nem másnak. Hát nekünk rengeteg ötletünk van, sőt, vannak nálam sokkal vérmesebb kollégák is, akik sokkal határozottabb véleményeket tolmácsolnak ezen a bizottságon belül. De ez úgy működik, hogy gyakorlatilag mi összeülünk, heten 8-an, a vezetőnkkel együtt 8-an, és akkor kitaláljuk, hogy orvosi szempontból mi lenne a legoptimálisabb. Aztán ezt mi egy ilyen megbeszélésen megpróbáljuk adaptálni a judónak a jelenlegi szabályaihoz, vagy szabályrendszeréhez, és hogyha megvan egy ilyen konszenzus, akkor azt fölterjesztjük a nemzetközi vezetőséghez. És akkor a nemzetközi vezetőség az nyilván megtárgyalja az edzőbizottsággal, a marketinggel, stb. Tehát ennek nagyon sok helyen meg kell felelni ennek, ha valami új szabály van. Mi csak javaslunk dolgokat. Belementek? Belemennétek abba, hogy úgy, mint a birkózóknál előző nap legyen a mérlegelés? Abba nem. Nem, az szerintem egy sokkal rosszabb rendszer az egészség szempontjából, ami a birkózásban van, mivel sokkal több idő van a versenyre lép, vagy a tatamira lépésig, vagy birkózó szönyegre való lépésig, mint a judóban, és ezért sokkal masszívabb súlycsökkentést hajtanak végre a birkózók, tehát ott iszonyatosan lemennek lehet súlyban. Lehet, hogy mondod, hogy egészségtelen már néha? Hát én azt gondolom, főleg ha sűrűn van verseny, akkor ez a borzasztó nagy súlyváltozás, lefogyok most nem tudom én 60 kiló alá, aztán másnap reggel már 68 vagyok, és akkor amikor birkózó szönyegre lépek, tehát az borzasztó sok. Ugye azt mondjuk általában, hogyha a testsúly 5%-át veszíti egy sportoló, az uralható, és azt is bizonyos ütemben. Tehát minden sportolónak megvan a saját ritmusa, erre ők rájönnek maguktól, hogy működik a fogyasztásuk. De ez az 5%-nál nem lehet nagyobb. Hát az egy 60 kilós embernél 3 kiló. És azért ennél még a cságáncsosok is sajnos sokkal többet fogyasztanak. Ők rendesek, 5-6 kilót szoktak csak. Virkózók meg ugye 10 felett. Hát igen. És ez nem titok, ők erre büszkék is, hogy így van. Extrém példák is vannak erre. Ugye a judóban, mivel aznap reggel van a mérlegelés, és adott esetben 2-3 óra múlva tatamin kell állni a frissen, fitten és harcra készen. Tehát ezért van az, hogy nem vállalnak be egészségtelen ebbe fogyasztás. De éppen én sportolókkal beszélgettem, és ők sem örülnek. Judósok mondták, nem örülnének annak, hogyha birkózók. Ez nem is volt tárgyalási alap, tehát erről nem volt szó a mostani megbeszélésünkön, mert szóba került ugye a súly kérdés most Máltán. Inkább az volt, hogy hogyan lehetne hatékonyan monitorozni, hogy a fogyasztás az megfelelő ütemű legyen. Ugye erre vannak különböző módszerek, de hát ezt még ki kell dolgozni. De egy sportolós kellene, akkor ott lenne a csapat mellett. Az nem az ideális, ennél nem, is. Nem, ezt a versenyen akarják is, bizonyos markerekből. Igen, csak hogy most egészséges legyen a fogyasztás, csak ne ugrott be, hogy ez is nem kell egy állandó orvosi felügyelet? De célszerű lenne, persze. De hát ezt azért mindenki megy a feje után ilyenkor. Tehát amikor fogyasztás van, akkor nekem így jó, nekem úgy jó, tehát ez nehéz orvosilag befolyásolni. Akkor már ugye ideges is a verseny miatt, tehát nem egyszerű. Igaz az, hogy sportorvos kimondhatja, hogy ez a versenyző már nem fogyaszthat lejjebb, vagy nincs ebben szava? Tehát ha edző azt mondja, hogy annyira kell, akkor annyi lesz a versenyző. Hát ebben mi nem szólhatunk bele. Ezt ők együtt intéz, edző meg a versenyző, illetve lehet, hogy beleszólhatnánk, de akkor az is lehet, hogy utána valahogy ugye eltávolodnánk a sportáktól. Csak azért, mert tudom, annól volt a mester nevezett, a judo edző, aki elvitte a lányait a sportkórházba, megvizsgáltatni, hogy lehet-e még. Itt hölgyekről van szó, lehet-e még. Vannak persze. És akkor ők tudomásul vették, hogy a sportos azt mondta, hogy ez már. Van. A testnevelési egyetemen van egyébként ilyen antropológiai felmérés, ahol meghatározzák, hogy melyik lenne az ideális súlycsoport bizonyos sportolónak. Ugye, mert nagyon sok sportoló ugye megpróbál aláfogyasztani, mert minél lejjebb megy, annál esélyesebbnek gondolja magát, de ezt igénybe lehet venni, ezt a szolgáltatást végül is, sőt nem is térítéses szolgáltatást, tehát válogatott sportoló nyugodtan bemehet, és akkor megmondják, hogy neki a 73 kiló lenne az optimális, nem pedig a 66. Időnk elszaladt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. És akkor legközelebb meg lehet, hogy rögbizünk egyet, jó? Jó, oké. Köszönöm.
további sportosat. A Dinosport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.